egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. Elnevezése beszédes. Borostyánkő. Területén már az ősember gyűjtötte a szép, könnyen csiszolható ásványokat. Rézés és kémbánya is volt a mai Borostyánkő határában. Értékes bronzkori lelete egy Krisztus előtti 1500 körüli időből származó bronzfibula. Már az ókorban létezett a Baltikumtól Verencéig húzódó híres kereskedelmi útvonal, a Borostyán út, aminek fontos állomása volt Borostyánkő. Vára a gyepük felszámolása után a 13. század elején épült. 1231-ben Frigyes osztrák herceg elfoglalta, de negyedik Béla 1235-ben visszaszerezte. A késő középkorban Magyarország nyugati határát valóságos várlánc védte. Ezek Frankó, Kobold, Lázsér, Léka, Szalónak, Németújvár és Borostyánkő. A vár 1636 és 1864 között a Batyányiaké volt. Akkor nyerte el mai formáját. Battyányi Gusztáv 1865-ben az ír származású Egán családnak adta el a birtokot, tőlük vásárolta meg 1892-ben az Almási család Borostyánkőt. Vasvár megye monográfiája szerint Borostyánkő regényes, szép nagyközség, 209 házzal és 1263 jobbára német ajkú lakossal, kik vallásra nézve római katolikusok és ágostai evangélikusok. Itt született 1895-ben gróf Almási László neves Afrika kutató. Az ő életéről szól az angol beteg című Oscar Díjas hollywoodi film. Borostyánkön temették el 1901-ben, a családi sírboltban Egán Edét, a tudós mezőgazdászt, akit kárpátaljai uzsorások bérgyilkosa ölt meg, mert fellépett a helyi szegények érdekében. Itt született 1873-ban Borostyánkői Baldauf Mátyás, a Pesti Mátyás pince megalapítója. műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.